Üdvözlöm Önöket, ez a Világ, az M1 külpolitikai magazin műsora. Lássuk témáinkat egy-egy mondatban. Pandémiának, azaz világjárványnak nyilvánította a WHO a koronavírus járványt, itthon pedig veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. Már egymást lövik a török és a görög határrendészek, miközben a migránsok a kerítést ostromolják. A politikába kezd visszatérni a józanész. A szíriai konfliktusban kéri szövetségesei segítségét Ankara, ez lehet az ára a migráns áradat feltartóztatásának. Már megint fittyet hánynak a demokraták a demokráciára, eldöntötték, nekik Biden kell, Sanders nem nyerhet az előválasztáson, ütik, ahol tudják, pont mint 4 éve. Elérte a pandémia, vagyis a világjárvány szintjét a COVID-19 vírus fertőzés. Ezt az Egészségügyi Világszervezet vezetője jelentette be szerdán, aki hozzátette, mély aggodalommal tölti el a szakembereket a vírus súlyosságának és terjedésének riasztó szintje. A legrosszabb helyzetben Olaszország és Irán van, de a WHO szerint más államok is nagyon hamar ugyanebbe a helyzetbe kerülhetnek. Miközben a kiinduló pont Kína lassan túl van a nehezén, a világ többi részét kis hián térdre rogyasztja a vírus. A kínai hatóságok bejelentették, hogy az ország túl van a COVID-19 járvány nehezén. Megvolt a tetőzés, egyre kevesebb az új megbetegedések száma, és már több mint 60 ezer beteg távozhatott a kórházakból. A kínaiak élete lassan kezd visszazökkenni a régi kerékvágásba. Európában viszont egyre súlyosabb gondokat okoz a koronavírus. Már több mint 22 ezer a betegek száma, egyre több országban vannak halálos áldozatok is. A kontinensen Olaszországban a legrosszabb a helyzet. Az európai megbetegedéseknek több mint a felét innen jelentették, és itt a halálozási arány is magasabb, mint más államokban. Hogy a fertőzés további terjedését megelőzzék, az eddig csak az északi tartományokra érvényes karantént az egész országra kiterjesztették, leállították a tömegközlekedést, betiltották a tömegrendezvényeket. Az élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon kívül minden üzletet bezártak. Más uniós országokban is szigorú intézkedéseket hoztak. Több államban ideiglenesen szüneteltetik az oktatást, betiltották a tömegrendezvényeket, bezárták a múzeumokat, a színházakat és a mozikat, bevezették az egészségügyi ellenőrzést a határon, határátkelő helyeket zártak le. A helyzet egy ideig valószínűleg romlani fog, nőni fog a fertőzöttek és a betegek száma. Angela Merkel arra figyelmeztette a németeket, hogy ha nem sikerül megállítani a járványt, akár a lakosság kétharmada is megfertőződhet. Az uniós országok legtöbbje arra készül, hogy idővel az olaszországihoz hasonló intézkedéseket kell majd bevezetnie állampolgárai védelme érdekében. Az Egyesült Államokban szintén gyorsan nő a betegek és a fertőzöttek száma. Donald Trump elnök 30 napra felfüggesztette az európaiak beutazását, mivel szerinte az unióból érkezők miatt alakult ki több gócpont az országban. The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. Egyre több olyan állam van a világban, amely korlátozza a külföldiek beutazását. Indiában például április 15-ig nem adnak ki turista vízumot, és megszüntették azoknak az indiaiaknak a vízummentességét, akik más országok állampolgárai. A szaudi vezetés pedig megtiltotta, hogy a szaudarábiaiak bizonyos országokba utazzanak. Az utazási korlátozások miatt gazdasági szempontból a COVID-19 járvány egyik nagy vesztese valószínűleg a turizmus lesz. Itthon veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus miatt. Korlátozták a rendezvényeket, bezártak az egyetemek, csak a távoktatás működik. 4 országból, Kínából, Dél-Koreából, Olaszországból és Iránból tilos belépni hazánk területére. Csak a magyar állampolgárok jöhetnek onnan haza, és rájuk is karantén vár. A határokon is elrendelték az országba irányuló forgalom ellenőrzését. A kormány ismét kiemelte, az emberélet védelme az első. Egyben ismét arra kérték a balliberális pártokat és mozgalmakat, hogy hagyjanak fel a rémhírek és álhírek terjesztésével, amelyekkel kiszolgálják a saját és az őket kitartó oligarha kicsinyes politikai nyerészkedés érdekeit.
Továbbra sem zárja le határait Európa felé a török elnök Recep Tayyip Erdoğan, aki nemrég Brüsszelben egyeztetett az uniós vezetőkkel a kialakult migrációs helyzetről. Azt mondta, az Európai Unió mind a mai napig nem teljesítette vállalásait, és amíg ez így marad, addig a határok is nyitva maradnak. A görög-török határon eközben hatalmas a feszültség. A görög határrendészek tartják a határt, nem engednek át senkit. A migránsok megpróbálják ledönteni a kerítést, rendszeres időközönként ostromot indítanak, majd visszavonulnak. Törökországba azonban nem tudnak visszamenni. A török katonák ugyanis lezárták mögöttük a határt, csak az országból kifelé engedik a migránsokat, visszafelé nem. Az újabb migrációs hullám minden korábbinál nagyobb terhet jelent Görögországnak és a migrációs útvonalon fekvő országoknak. Az viszont szakértők szerint reménykedésre ad okot, hogy az Európai Unió végre felismerte, segítenie kell a határok védelmében. Érdekes, hogy még 5 évvel ezelőtt elítélte a határt védőket, és hazánknak egy fillér támogatást sem ítélt meg, most Görögországnak mindent megadnak. Továbbra sem szűnik meg tehát a Magyarországgal szembeni kettős mérce. A bizottsági elnök elmondta, hogy 350 plusz 350 millió eurós támogatást ad Görögországnak határvédelmi feladatai megerősítésére. Ez egy komoly támogatás, és jól látszik. 2015-ben például Magyarországnál szó nem volt hasonló támogatásról vagy szolidaritásról, de ezt most a görögök megkapták, tehát itt azért van egy nagyon fontos különbség az 5 évvel ezelőtti európai válaszhoz képest. Nem csak Görögországot pénzeli az Európai Unió. Fejenként 2000 euróval, nagyjából 630 ezer forinttal fogja ösztönözni a Görög-szigetek menekültáboraiban tartózkodó bevándorlók önkéntes hazatérését származási országaikba. És még ott van Törökország is. Ankara valószínűleg azt szeretné elérni, hogy közvetlenül használhassa fel a jövőben az Európai Uniótól kapott támogatást, amit a migránsok visszatartásáért kaphat. Törökország határai azonban még mindig nyitva állnak. Azt látni kell, hogy most azért gyorsan kiderült, hogy több százezren vannak jelenleg is Törökországban azok, akik csak egy ilyen lehetőségre vártak, és akkor még nem beszéltünk arról, akik esetleg közeljövőben Idlibből indulhatnak útnak Európa felé. A szakértő hozzátette, a török nyomásgyakorlás éppen abban az időszakban éri Európát, amikor a határvédelem a koronavírus terjedésének megállítása miatt is kifejezetten életbevágó. Ez ismét a török elnök alkupozícióját erősítheti. Lassan 2 hete mindenki úgy tesz Európában, mintha derültékből csapott volna le a ménkű, egyik pillanatról a másikra, előzetes figyelmeztetés nélkül nyitotta volna meg a török elnök a határokat Európa felé. Recep Tayyip Erdoğan október közepén írt egy véleménycikket az egyik legnevesebb üzleti lapban, a Wall Street Journalben. Úgy fogalmazott, Törökország elérte teljesítő képességének határait a szír menekültek ellátásában. Egyedül nem bírja, amint egy 3,5 millió külföldi jelentette költségeket. Nemzetközi segítséget kért, egyrészt az ellátáshoz, másrészt a Szíriában kialakítandó biztonsági zóna létesítéséhez, ahová hazaköltöztetheti őket. Ellenkező esetben el fogja engedni a menekülteket és a migránsokat Európa felé. 2019. október 15-e. Csak nem 5 hónap telt el azóta, hogy a török elnök utolsó figyelmeztetését megtette. Majd most, amikor beváltotta a fenyegetését, hirtelen mindenki a döbbenetét igyekszik kifejezni, amikor a néhány ezer a görög határkerítést ostromló migráns láttán még a legelszántabb bevándorláspártiak egy része is összecsinálja magát, hirtelen mindennél fontosabb lett a határok védelme. A willkommenskultúrt hirtelen felváltja az aggodalom, hogy vajon nem fog-e összeroppanni Európa a nyomás alatt, és hirtelen bevillan, hogy most bizony a mindenféle ígéretekkel kecsegtetett, önfeladásra kényszerített, majd csúnyán átvert és kihasznált nyugat-balkáni országok együttműködése, sőt, ha kell, önfeláldozása milyen nélkülözhetetlen lett. Egy ország biztosan nem lepődött meg. Magyarország nem nézi tágra nyílt, csodálkozó szemmel az Európát ostromolni készülő, egyre fenyegetőbb áradatot. A magyar kerítés már évek óta áll. Az élőerős védelem a helyén van és készen áll, a jogi határzár is
csőre töltve. És azok az európai migránspárti ballibek, akik 2015-ben a röszkei határtámadás idején mindenféle aljas, idegengyűlölő, náci, fasiszta, embertelen népségnek neveztek bennünket, köztük a magyar baloldal színe java is, akik épp hogy csak börtönt nem követeltek a hazánkat védőkre, most összetehetik mind a két kezüket, hogy a magyar nemzet végtelen bölcsességében olyan kormányt választott, amely képes biztosítani az ország és az Európai Unió határait, és szavatolni a polgárok biztonságát. De hogyan is kezdődött az Európát fenyegető újabb migrációs válság? A Szíria és Törökország között fennálló és hónapok óta fokozódó feszültség csúcspontja az volt, amikor légicsapás ért török katonákat a szíriai Idlibben. 33 török katona meghalt. A támadást az oroszok támogatta szír légierő hajtotta végre. A török elnök ezután jelentette be, hogy a szövetségesei nem támogatják szíriai erőfeszítéseit, ő sem védi tovább Európát a migránsoktól. Érdekes módon azóta egyre többen kíváncsiak a török elnök mondani valójára, ettől azonban a szíriai katonai konfliktus nem oldódott meg. Az idlibi csapást követően Damaszkus bejelentette, hogy lezárja a légteret Idlib felett. Az orosz védelmi minisztérium pedig közölte, hogy nem tudja többé garantálni a török harci gépek biztonságát Szíriában. A tánc elkezdődött. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője Törökországot okolta a szíriai helyzet sikertelen rendezési kísérlete miatt. Oroszország szerint Törökország nem hozta létre a demilitarizált övezetet Idlibben, a török határon át Szíriába szállított segélyek pedig mind a terroristákhoz kerülnek. Несмотря на турецкую агрессию, нашей общей с Россией целью было и остается свернуть Турцию с того пути, которым она идет сейчас. Csak hogy a szír és az orosz vezetés más tekint terroristának, mint a török vezetés és a NATO. Az ellentétek ellenére Ankara és Moszkva március 5-én tűzszünetet kötött. Sokak szerint ez a fegyvernyugvás csak átmeneti, a két ország nem talált hosszú távú megoldást a konfliktus kezelésére. Jelenleg azt lehet látni, hogy egyik félnek sem érdeke az, hogy egy közvetlen török-orosz összecsapásra kerüljön sor. Nagyon sok közös érdeke van Törökországnak és Oroszországnak, energiapolitikai téren a szíriai rendezés ugyanúgy egy közös érdek, illetve ugyancsak közös török-orosz érdek, hogy bizonyos értelemben kiegyensúlyozzák a nyugati befolyást, az Egyesült Államok befolyását a Közel-Keleten. És ezek mind olyan tényezők, ami arra ösztönzi a feleket, hogy együttműködjenek. Törökország az egyetlen NATO tagország, amely farkas szemet néz az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, jelentette ki a török elnök. Az elszenvedett veszteségek okán pedig konkrét támogatást vár a katonai szervezettől és minden szövetségestől. DAEŞ-la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Ayrıca 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin büyük özveriyle ve tek başına yürüttüğü bu mücadeleye müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. A török elnök hangsúlyozta, a korábbinál nagyobb erőfeszítésekre van szükség a szíriai helyzet megoldása érdekében, amely kihívással Törökország immár 9. éve néz szembe. Törökország Szíriával közös határa a NATO délkeleti határa is egyben, ami azt jelenti, hogy a szíriai konfliktus nem csak a régióra, hanem egész Európára veszélyt jelent. We recognize that Turkey is carrying a heavy burden, but Turkey must play its part in finding a longer term solution to this crisis. Törökország az Idlib tartományban elharapódzó harcok miatt, valamint a térség légterének biztosítása érdekében a közelmúltban Patriot légvédelmi rendszert kért az Egyesült Államoktól. Washington a légvédelmi rendszerért cserébe viszonzásul azt kérte Törökországtól, hogy Ankara ne állítsa hadrendbe az Oroszországtól beszerzett S-400-as légvédelmi rendszert.
a szíriai harcok felerősödése, az újabb és újabb fegyverrendszerek bevetése leginkább a szír lakosságot sújtja. Újabb százezrek menekülnének el a harcok elől. A legtöbben továbbra is Törökország felé mennek, ott viszont már senki nem tartja fel őket. Éppen ezért az Európát fenyegető migrációs nyomást csak tovább növeli a fokozódó konfliktus. Ismét több amerikai államban tartottak előválasztásokat a demokraták, és Joe Biden tovább növelte előnyét Bernie Sanders-szel szemben. Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy Biden lesz Donald Trump kihívója az elnökválasztáson. Nem sok esélyt hagyott a demokrata párt Sandersnek, mindent elkövetnek azért, hogy elgáncsolják. Egyesek szerint durvábban kampányolnak ellene, mint Trump ellen. Csak azért, mert a demokrata pártban úgy látják, Bidennek több esélye lenne az amerikai elnök ellen. Vagyis megint nem az érdekli a demokratákat, mit akarnak a választók. 4 éve pont ugyanígy bántak el Sanders-szel, akkor Hillary Clinton mellé álltak, aki persze csúfos kudarcot vallott. Újabb államokban tartottak előválasztást a demokraták, és többségükben Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke győzött, megerősítve előnyét Bernie Sanders-szel, Vermont szenátorával szemben. Az eredmény a közvéleménykutatások és a választásokat megelőző napok történései alapján nem volt meglepetés. Just over a week ago, many of the pundits declared that this candidacy was dead. Now we're very much alive. And although there's a way to go, it looks like we're going to have another good night. Biden az első választásokon nagyon rossz eredményt ért el. Dél-Karolinában sikerült először nyernie és beérnie Sanders-t. Majd az úgynevezett Super Kedden, amikor egyszerre 15 államban tartanak előválasztásokat, az élre állt. A szuperkedden elért eredményt elemzők szerint több tényező is befolyásolhatta. Egyrészt ezekben az államokban jelentős erőt képviselnek az afroamerikai választók, akik a felmérések szerint Biden támogatják. Másrészt két jelölt, a demokraták mérsékelt szárnyához tartozó Amy Klobuchar és Pete Buttigieg visszalépett a küzdelemtől Biden javára. Sanders szerint Klobuchar és Buttigieg a demokrata elit nyomására adta fel a küzdelmet, mivel a párt vezetése Bident szeretné Donald Trump ellen indítani az elnökválasztáson. Néhány napra rá a milliárdos Michael Bloomberg és Elizabeth Warren is visszalépett. Bloomberg Biden javára, a radikálisabb elveket valló Warren azonban nem közölte, melyik jelöltet támogatja. I've always believed that defeating Donald Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. And after yesterday's vote, it is clear that candidate is my friend and a great American, Joe Biden. Így gyakorlatilag két demokrata jelölt maradt versenyben, Joe Biden és Bernie Sanders. Sanders nem tagja a demokrata pártnak, szenátori székét függetlenként a demokraták támogatásával szerezte meg. Baloldali politikai múlttal rendelkezik, szociáldemokrata eszméket vall. A kampány ígéretei között szerepel egyfajta népjóléti állam kialakítása, az amerikai gazdaság átalakítása, a magasabb jövedelműek nagymértékű megadóztatása. Joe is running a campaign which is obviously heavily supported by the corporate establishment. Does anyone seriously believe that a president backed by the corporate world is going to bring about the changes in this country that working families and the middle class and lower income people desperately need? Joe Biden Barack Obama politikáját folytatná, liberalizálná a bevándorlást, valószínűleg továbbvinné Obama egészségügyi és igazságügyi reformját. Az eddigi eredmények alapján politikáját a demokraták többsége támogatja. Ez a többség azonban nem egyenlő az amerikaiak többségével. A republikánusoknál továbbra is Donald Trump az egyértelmű győztes, és az amerikai választók között is töretlen a népszerűsége. Az előválasztások nyárig tartanak. A demokraták július közepén, a republikánusok augusztus végén döntenek az elnök jelölt személyéről. A jelöltek első vitájára szeptember 29-én kerül sor, az elnökválasztás pedig november 3-án lesz.
A koronavírus az amerikai előválasztásokra is hatással van. A keddi előválasztás előtti nagygyűlését Bernie Sanders és Joe Biden is lemondta. A további gyűlések sorsa is bizonytalan. A demokrata elnökjelöltek televíziós vitáján nem lesz közönség. Önök a Világot, az M1 külpolitikai magazin műsorát látták. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. És ne feledjék, nemzetiregiok.eu. Írják alá a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. A viszontlátásra!